Hét nap alatt közel 3.900.000 szerbiai polgár igényelte a 100 eurós pénzsegélyt. Ha ez a számhoz hozzáadjuk azokat a nyugdíjasokat és szociális segélyben részesülőket, akiknek a számlájára már megérkezett a pénz, akkor már összesen mintegy 5,8 millió lakosról beszélhetünk, mondta Siniša Mali pénzügyminiszter. Podizanje novca za one koji su nepokretna lica, koji ne mogu sami da dođu do svoje banke i taj smo problem rešili. Dakle, nema dodatnih troškova. Jednokratno je ovlašćenje neophodno za lice da podigne tih 100 evra u ime i za račun onoga koji to ne može i neophodno je da ima svoju ličnu kartu i ličnu kartu primaoca novčane pomoći. Dakle, nema potrebe da se overava kod notara. Csütörtökön a szociális segélyre jogosult, mintegy 160 ezer személy részére is átutalták a 100 eurót, hangsúlyozta Siniša Mali. Elmondta, a jövő héten a többi polgár részére is megkezdik a kifizetéseket. Mi ćemo od ponedeljka, dakle od 25. maja, krenuti da isplaćujemo sve građane, ostale građane Srbije koji su se prijavili. Dnevno ćemo isplaćivati po 500.000 građana. Dakle, očekujem da ćemo nakon toga u narednih 5 do 6 dana isplatiti sve one koji su se prijavili. A felnőtt korú polgárok június 5-ig igényelhetik a 100 eurós pénzsegélyt, és a pénzügyminiszter szerint június 7-ig mindenki meg fogja kapni.